Reggel, ugyatlan! Kiperélkedik a következő csodálatos Farming Simulator 1 millió euró kívásos videó sorozat következő részével! Menjetek békén! Hát gyerekek, ilyen miseként kellene eladnom, ugye? Előadnom a dolgokat. Na, sikerült megoldani, oda nézzé! Eddig van a beton, innen gyűjne az ajtó, eddig van a... Betóni, ne nyújj az ajtó. Nagyon-nagyon király, csak az a baj, hogy nincsen benne csirke. Meg van egy csomó dolog, amit kellene csinálni, gyerekek. Én nem bírom ki kell pörögni, mint az állat. Jaj, de nagyon pörgünk. Egy csomó mindent meg kellene valósítani ebbe a részbe is. Mert az 1 milliárd eurót el is kellene érni még már. Egyébként ezt itt le kellene betonozni. Jaj, Móri, jaj, mi történt? Hallod, ezzel lehet driftelni? Na, szedd össze magad, kiből egy... Agyacsém, ebből kilátsz. De mit keres itt a tésza az összfenkának? Nem álljál! Mert ebben az van, oda nézzetek. De ez ilyen tök zárt, hallod, ez nagyon kellemes. Oda, hogy micsoda ülések vannak. Kettő személyes, egy izet targonca. Hát mi a utast is lehet szállítani, vagy mi a túró van itt, gyerekek? Beül valaki a targoncám utasként. Egyébként van ilyen targonca, nem akarom itt elefikázni. Közben egyébként megérkeztünk, megérkezett Rainbow Hill-nek a targoncája. Én voltam a hülye, mivel nem kattintottam be, tudjátok, nem elég berakni a modot, hanem így nem ártana bekattintani a listába, hogy milyen modokat használsz. Ja, úgyhogy akkor most mindjárt meg fogjuk venni, remélem, hogy most már bekattintatok, ha nem lesz sorkártya, jaj, de örül neki a képer, komolyan mondom, ilyen gyomorideg szokott lenni, amikor már sorskártya van, már újabban egyébként, de igazából jó, nem olyan nagyon rosszakat hozunk, de azért nem is olyan túl jó. Hát, igazából pénzt nem kapunk, aztán ez nem nagyon örülök neki, de most már egyébként oda nézzél. Az egyébben van, ez a csorda targonca, és úgy gondolja a képőr, hogy ezzel fogja bejáratni, bár az alapszín az nem tetszik, a narancssárga plusz ezerért, mész a francba, hát plusz ezerért piros marad. Nyájá. Felni szint azt tudom választani, hát aznak nagy értelme van, figyelni ilyen akkora mindent elnyerámú közepi. Jó van, oké, bárja. Mit lehet? Ha legyen rács, vagy ne legyen rács. Ne legyen rács, de ilyen van, leadjuk a valósba maximum. Ne legyen rács, vagy legyen rács, legyen, mert ennek neki tudom neki tudom támasztani ezt a csodálatos raklapot, amin a tojás helyezkedik el majd itten is. Kellett venni még egy gyerekek, tudom, hogy most megint... Wow, megint hatalmas pénzeket elvertünk, de... Ó, oh, yeah, ez jól néz ki, gyerekek. Olyan nézi. Ó, oh, és ez sokkal jobban működik, és végre fog... De azt a mekkora hosszú villája van, gyerekek! Ja, sokkal jobban működik, mint ami van, mert az pont fordítva működött a villája, aztán megszoktam tőle zavarodni. Öcsém, ez aztán tud forogni, olyan nézi, hallod, itt simán befordulsz alá. Na, ez nem rossz. Ez nem rossz, és ez ilyen össze van tolva a villa, pici villája van, ugye? Tehát ilyen raklapok tök jó pakó, hogy nem lehet keresztbe alájárni. Haj, gyerekek. Nagyon király, na! Te jó, nagyon jó! Ne úgy pörögjél, mint a ringlish pill. Pasz, hogy láttátok, gyerekek, hogy leesett mi a neve? Van az a vidámpark, ma Kínában az a... Minek, nem, gyerekek, mennyi van? Menj már be a jobban, hallod? Nem, megy be, lehet, hogy aztán mégiscsak izébe kell volna. Mindjárt neki megyek az oszlap, meg ezt megoldják a képer. Ne húzzuk az időt, mert sok dolga van a képernek. Tikokat is kellene venni, meg... Hú, figyeljetek! Megint reformálni kell a TSC-t, de egyébként ezt most szeretném... Oda, megoldódott a kicsibe, tojások törnek össze. Egyébként nagyobb ez a raklap, mint a tojás, ami... Mit tud ő? F1, nincs valami speciális dolog, amit el tudna végezni. Ez mi? Ó, bazza, lehet oldal... Na, ezt hiányoltam, ugye? Hogy oldalra... Azt a betyár, hallod, ez kitekered a korbágyt. Itt aztán tényleg elfordul. Gyere nekem. Hallod? Ez, nem lehet ezt a kormány elfordítást... kicsit ilyen időben rakni? Ilyen gyorsabbra, mert itt megvadulsz vele. Ja, ugye tud olyat, hogy így jobbra-balra itt tudod pakolni. Ez egy jó dolog. Azt ugye nem tudja az a nagy dögállat. Nye. Megyünk vele, 18-szor képes veretni, tök jó. Akkor középen hátul csak egy kerék van. Ez ilyen tipikus, ugye ilyen benti targonca, lehet, hogy ilyen gázos. Ugye most már a legtöbb targonca az ilyen izé, fenn a palackot itt nem kell kilátni. És itt már, ez már ugye láncos, látod, itt két old... Nem. Jaj!
Azt a rohadt életbe, most ez miért vágott bele minket az árokba? Mert nem kell róla hülyébe letted, ugye? Ilyen nyomok egy satut. Ez nem sikerült, a Vella végén már súly. Hú, van egy oszlop. Gyerekek egyébként, ez egy nagyon gyorsabb ész, nem szabad keresztbe kapni, mert meghaltál. Na, ennyit lehet izé tenni az ügy érdekében, úgy látom. Ez nem tudja dönteni? De tudja, jó van, oké. Mindjárt odaérünk, nincs semmi baj, vigyázzatok, kettő csaj között te vegyek, hoppá. Átléptek a villa fölött. Jó, most már van egy villám is. Meg vagyunk gazdagodva, gyerekek, van egy villa, kettő villája van a targoncárnak. Oké, bemegyünk, berakjuk ezt is szépen, igaz, hogy még tik az nincs benne. Itt kicsit rendet kéne rakni, mert kipörne... Á, nem. Nem, itt valami fönforgása a gyerekek, lehet, hogy az a reamot cseszi el. Ma hiába, az ellenkező irányba tekertem a kormányt, meg sem ukkad. Ja nem, lehet, hogy túl nagy a súly, túlságosan elő van. Például most ugye nem kaptam én keresztbe, az mégis ez volt. Ja, hát nem a villa legvégén kellene hordani a raklapot. Figyeljetek, ezt berakom ide keresztbe, le. Jó, ez nekünk így jó, könnyen fel tudjuk majd vönni. Bár aztán lehet, hogy inkább keresztbe kellene, mert ez lehet, hogy egy kicsit olyan... Lehet, hogy egy kicsit olyan furcsa neki. Jó, oké. Akkor a targoncácska, ez marad itt, valahol ide rakjuk. Majd hozunk még raklapa ott, természetesen. Ezt remélem, hogy tud vontatni. Az mondjuk jó lenne, ha tudna vontatni, mert akkor tudnék vele vontatni. Még egy pautkocsit, és egyébként egy ilyen pautkocsit, egy kisebb pautkocsit, azt lehet, hogy akkor rendszeresíteni kéne. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben mennyi íze lehet, mennyi tojás. Mert ugye itten írogálja a dolgokat, de hát azt annyira nem tudom kisilapizálni, hogy van itt 1899 tojásunk, ugye? Elvileg. Meg ugye lassan fogy a bauza is, még egyébként otthon van bauza. Arra gondoltam, hogy bocsa, ez fakereszt, de én itt ilyen decoration-t lehet, hogy kellene mennem, mert tök élni. Várj, ez mekkora ez a kapu? Ez, hogy mi ez? Várjál már. Ez ilyen, ez egy kapu. Kaput. Nézzük, milyen kerítések vannak. Van jó kis kerítést így lecsapnék ide, hogy mégis legyen valami. Van ilyen beton is, csak az ilyen rohadt drága. Ja, ilyen betonplacot viszont lehet, hogy kéne raknom, hogy így be tudjunk menni, érted? Ne az legyen, hogy ilyen izén megyek be. Bár itt lehet, hogy attól még nem fog etűdni a bakor, ugye? Mert lehet, hogy lejjebb kéne, ugye, hogy süllyedjen be, azt meg várják, Ctrl Q, vagy mivel tudod lesüllyeszteni. Ennyi a maximum, igen. Ahora jó, etűdik. Na, hát figyelj, ilyenre is kéne költeni, mert töké idegesítő, hogy ilyen csúfos, nem? Úgy látod? És akkor ez már jó. Hát jó van. Majd megnézzük, jó? Mindjárt. Nekem ez így kell ilyen. Hát itt meg nem tudom, itt meg van egy kis hűves rész még. De viszont ez majd tök jó. Ez tök jó. Itt, ja, ide is kellene egy egyébként. Mennyi pénzünk van? 2000-ünk? Hát erre veri el a keeper. Bocs, egyébként, de nekem ilyenek fontosak, hogy így jól nézzen ki az egész hacacáre. Hacacáre. Nem volt az az ilyen betonlapacskák? Jó, de valami. Hát, ha még egyet le tudok rakni, egyébként le tudnék még egyet rakni, csak félő, hogy az a füvet nem fogja eltüntetni. Úgyhogy akkor lehet, hogy fölöslegesen rakom le, érted? Hát így valamit eltüntetett. Lehet, hogy ezt följebb kell volna emelnem. Csak az a baj, akkor meg itt lenne egy ilyen nagy bukkanó. Várjál már! Most meg, hogyha eladom, akkor meg olyan veszteségesek leszünk. Jó van, figyeljetek, van szómánkám, úgyhogy olyan jó, 250-et buktuk. 250 eurót buktuk, bocs, ez gyerekek. De egyébként így lehet sűrűteni a területet, az vágjátok, hogy azt csinálod, hogy leraksz dolgot, és akkor eladod, vagy fölveszed. Akármilyen olcsó dolgot, mert akkor így sűrűtődik a terület. Na, várjál, Ctrl E, és akkor följebb egy kicsit. Így, aztán akkor figyelj. De az a baj, hogy ott akkor lesz egy nagy ugrás, nem? Még elég csúfos, vagy akkor... Területet nem tudok ott módosítani, mert nem a miénk. Csak ugye van ilyen bárhol rakható dolgaim. Szóval csak fölkaphatok. Nem biztos, hogy fölkaphatok. Jó, van, így marad gyerekek, nem? Ez majd jó.
hogy akkor azért tudod, be tudsz menni, ki tudsz menni, ott jó van, van füves rész, mennyi van 1800-unk, és akkor valami kárejtés fal, amit oda a túlfelülre. Egyébként nekem ez a beton tetszik legjobban. Nincs elég pénzed, 2000-be kerül ez a betonkerítés, menj, ez a... Na figyelj, egyébként ez jönne be ide. De jó, nem kell betonkerítés. Tudom, túl gondolom, betonkerítés nyilván könnyet. Nyilván, hogy nyilván. Várja, van itt ilyen, hogy wood fence, short, rövid. Aha, ez jó lesz. Ez nagy ilyesmiben gondolkodik a keeper. Nézzük meg, hogy a sárkony jó legyen-e. Úgy. Nem is tudom, hogy mennyi pénz volt ez. Úgy. Ne olyan sokat most nem egyelőre ebből rakok. Hanem csak így ide, hogy így legyen itt. Szép legyen! Szép legyen itt a dolog, e? Hogy mennyire megoldjuk-e? Ugye? Látod? Hát már mindjárt jobban nézzük ki. Hát hogyan nézzük ki testvér? És nézd meg, így valahogy ilyen kellemesebb, de? De tudok pakolni raklapokat, akármit, de nekem ez így jobban bejön. Na, viszont 1500-unk van. A tikokat kellene venni, ugye 500 darab tyúk az 65-tel egy, ezért 650 szor 5. De hát annyi pénzünk nincsen. Ugye, akkor el kellene adni szóbát. Viszont a szóma, szómázni kellene. És tudom, hogy mehetne ugye kultiválás, meg minden, de egyelőre, figyeljetek, hogy ezeket hozzuk be már, nem? Behozzuk ezeket. Mindenképpen ugye kell vinnünk oda is búzát. A gyerekek, ma megindul a tyúk biznisz. Várjátok, tudjátok, mit kellene csinálnom? Hol volt az a izé? Targonca? Hát meg kéne próbálni eladni ezt a izét. Rohadtul kíváncsi vagyok, hogy ez, most mennyit kerestünk ezzel. Ezt a tojást, hogy ezen mennyi van? Valahogy hadd próbálja meg. Egyébként lehet, hogy tényleg keresztbe kellene átbejárni alá, de mindjárt meg is próbálja a keeper. Okosba ott. Lássa, hogy milyen magasan vagyunk. Úgy, kerüljen előre, úgy, picit följebb, most jó lesz. Lehet, hogy keresztbe kellett volna, egy kicsit hülye ötlet volt az, hogy... Egyébként ez a Real mód tök kicseszik az ilyen kis gyenge gépekkel. Ja, hát ezt így kell, az hülye volt először a keeper. Ja, hiába, hogy rövid, hogy ez össze van tolva a villa, vagy ilyen szűk a villa, akkor is ezt így kell. Na gyerekek, mennyit fogunk kapni, érte nem? Alatt kíváncsi vagyok. És meg sem nézem, hogy mennyi a tojás, mert arra vagyok kíváncsi, hogy akkor most itt írja 1899. Akkor most nekünk kellene kapni érte, és akkor tényleg, hogy benne van-e. 5200-at. Az viszont nem rossz, biztos. Akkor kellene 10000-et kapnunk azért, hogy ezt leadom ezt a tojást, ugye? Hogyha elvileg benne van az összes. De majd mindjárt kiderül. Na és látjátok, ezért ide csináltam a dolgokat, mert itt akkor tök jó. Figyelj testvérem, 10000-et kellene kapnunk. Az benne volt! De az a baj, hogy az eltűnik a raklap, úgyhogy még jó, hogy hoztunk egyet, ezt be tudom most rakni, de még akkor kell hozni. 10000 gyerekek, hallod? És ez így ilyen talált pénz, mert olyan túl sok minden nem kell hozzá. Úgyhogy ez a tyúk biznisze szerintem jó fog jönni. Na, akkor várjátok, ezt a raklapot át kell rakni, de egyébként állítom, hogy az a Real Mood egy kicsit néha beteszi a kaput ennek az egésznek, mert nagyon furán viselkedik. Fordíts ki a sarkával! Ezt Buddástól elnézte, hogy itt egy sarkát be kell rugni ide. Egyébként ez... oda. És akkor így be kell fordítani. Úgy. Na. Ez valahol sikerült. Na, mennyi lejjebb? Följebb. Hát ez nagyon nem azt csinálja. Fizika az odaver egyébként ebbe a játékba. Hallod, oda nézi, a villa hegyén van a... Jó, hát. Oké, megtörtént az esemény. Ahogy föltoltuk a villa hegyére. Most azt a érdekesebb visszük, figyeld. A villa hegyén beleszúrta az eurós raklapnak a sarkába. Hú, gyerekek. Ez a Real mód szerintem kicseszik vele, mert komolyan mondom, hogy kereszt... most meg mit csinált? Keresztbe kapom érted, és megy tovább egyenesen, szóval... Rohadtul
Nem arra akar meg. Ja, már sleepje van. Látod? Hogy a Real Mood ez kicsiszik ezzel a targoncával, a gyerekek. Nem mondom nektek. 95% sleep lol. Hát ez most mondjuk van, mert rúg ugye. Valahogy megpróbálok beibátkozni ezt. Ezt nagyon pontosan kell középen alá járni, mert különben van baj, de egyébként ezt ez a Real Mood ezt kicsiszik ezzel a géppel. Elinduláskor így erug instant, meg nem valami jól működik sajnos. Jó, akkor ebben menjen a tojás, és akkor elvileg most akkor ki is ürült egy tojás hozzabunk, ugye? Még mindig ez a 899-et ír. Termelékenység 99, why? Hallod, why? Why 99%? Mi van? Mi az, hogy mi? Nem az, hogy mi? Tiszta területre van szüksége. Hát de ezt nem lehet itt kivakarni innen ezt a cuccot. Ugye ez dugan ételvileg nem termel. És ez miért why 99%? Miért nem 100? Megvan 500 csirke, van neki kaja vidde, hallod? Itt érdekes dolgok vannak. Meg miért ír még mindig ezen 899-et? Várja, belepörgetek az időbe, lehet, hogy akkor ugrik majd. És megnézzük még egyszer. Érdekes. Azt írja, hogy még mindig van 1800 liter tojás. Meg most adtam el, nem? És ez valaki világ idején homályosítson fel, hogy működik ez. Oké, akkor ez megtörtént. Be kéne hozni a kombányokat, meg egy csomót ki. Van egy csomó munkám, úgyhogy hadd szóljon. Először is, úristen, műtrágyát is kellene hoznom. Na, most legalább lett pénzem a műtrágyáról. Ja, nem tudom, hogy ezek a raklapok ezek hogy tellenek, úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz. Ja, fura ez. Jó lenne tudni, hogy ja, a műtrágyám nincsen, azt lehet, hogy akkor egyszerűbb az, hogy a műtrágyázóba elmegyek a boltba. Most egyelőre, mert most megint elkezdek rakosgatni műtrágyát, ti megboltitok. Meg én meg főleg, hallod. Úgyhogy kellene haladnunk, szóval akkor hol az MTZ? Itt az MTZ. Az jó nekem műtrágyázni, mennyire van ez lerombálódva, rombolódva. Jó, elvileg... Mit tudom én... Műtrágyát úgy kell csinálni, lehúzom a két szélét, aztán akkor ráhagyom a versenyzőre, ugye? Ahogy szoktuk. Akkor azt kellene, hogy azt csinálom, hogy gyorsan lehúzom a szélét. Elvileg, hogyha hamster ott, vagy rajta szalma, azt gondolom összeszerem, az nem befolyásolja egyáltalán. Miért is befolyásolna? Mi a gyerekek? Lehúzom a két szélét. Ezt utána... Átadom a gépi munkásnak. De úgy, hogy előtte megtöltjük, jó srácok? Oké, hadd szóljon. Közben összeszedem hamsterrel az egy cuccot, utána mehet ugye a kultiválás, utána mehet akkor a vetés. És akkor minden kajak jól fog működni, elvileg. Várjál, figyeld, ha már egyszer... Hogy? Ha már egyszer fölmegyünk a másik felére, akkor csináljuk ezt is így. Okosba, ugye? Ez az. Tökéletes. Másik végét lehúzzuk, elmegyünk, megtöltjük, aztán már jövünk is vissza. Az a nagy probléma, hogy lehet, hogy vetést nekem kellene csinálnom majd, de úgyhogy lehet, hogy veszek egy ilyen hármas. Tudod, azt az összeakasztott, és akkor hármat tudok húzni egyszerre három vetőt. Hát az valószínűleg, hogy azért az úgy adni fogja magát, meg ugye jó lenne kipróbálni, és akkor ez a SJ, vagy nem is SA, vagy nem is tudom milyen vető, akkor az három sort tudna egyszerre vetni. Az úgy tök frankó lenne, szerintem jobb lenne, mint hogyha a gépi munkással vetetnék. A gépi munkások akkor fognak kultiválni, én meg akkor fogok vetni három vetővel egyszerre, a kirovetszel. Gondolom a kirovetsz azért csak elbírja, ugye? Ni. Shadowfake, mehetünk vissza. Hát igazából annyi, hogy le kell húzni mindig ennek a főreknek a szélét. Egy csomó tippet írtatok, hogy miért lehet. Valaki azt írta, hogy valószínűleg, mert úgy érzékeli, hogy még mindig vannak ott fák, ott a középen, ezért csinálja. Valaki azt, hogy pucoljam ki a föld szélét, akkor megoldódik. Szóval egy csomó fajta verzió, kérdés írtatok, hogy ezt hogy tudnám megoldani. Nem tudom egyébként, hogy lenne-e olyan, hogy igazán hatásos maguk cél? Figyeljetek, van-e,
Oké, meg is történt. Jó, akkor megyünk, azt megtöltjük, azt akkor csinálja meg a gép, addig összerakjuk a gépeket. Jaj. Igen. Egyébként nagyon gondolkozunk, hogy árpa vagy búza, már csak azért, mert a tyúkokat igazából még nem tapasztaltuk ki, hogy mennyi kell nekik. Meg abból ugye azért jön pénz is. Árpa, lehet, hogy árpát fogok, most nem búzát. Aztán így cserégessük okosba. Na figyeljetek akkor. Jöhet. Előbb-utóbb egyébként meg kell csinálnunk azt, hogy termeljünk trágyát. Mert különben itt igazából nem nagyon lesz jó, hogy nekem, én mindig erre elcsiszem a pénzt. És hogy disznójakat kell, oda nézzetek, etalálta a kipör, nem? Az gyerekek, szuper. És akkor 3 darab vetővel tudnék vetni, hogyha megvenném azt a szerkezetet, azt az Y szerkezetet. Nem tudom, hogy jön össze, majd meg kell nézni. Elvileg 3 darab vetőt össze tud szakasztani, valami jó nagy gép után. Egyébként a következőkbe az lesz, hogy ugye a tyúkokat fölnöveljük 500-ra, meg is tudnám csinálni, csak még a kaját is el kéne nekik vinni, szóval nyugalom. Fölnöveljük a tyúkokat 500-ig, és gépparkot fogunk cserélni. Mármint itt most már lehet, hogy tényleg az lesz, hogy a keeper azt fogja csinálni, hogy fog eladni dolgokat. Nem a pénz miatt, most már nem a pénz miatt. Indulj meg, haver! Nem indul meg. És mi van? És milyen testvérem? Alud nem csinálja. Esküszöbb. Nyomsz neki egy H betűt, nem csinálja. Na jó, hát akkor muszáj lesz a keepernek. Azt a betyár, gyerekek. Na, igen, azt akartam mondani, hogy a... Jó, hát akkor megcsinálom. Megcsinálom. A... Befejezte a munkát. Nem tudom, miért nem szórja le. És mi a probléma? Hirtelen. Tényleg, esküszöm, nem tudom, hogy ezt miért nem akarja csinálni. Jó, van mindegy, hát nem olyan túl sok. Ezekkel a gyorsabb munkákat végző eszközök, ezek nem olyan veszélyesek, hogy ne tudnám megcsinálni. A szalma, gondolom nem zavarja, hogy rajta szalmát simán le tudom szórni, ezt utána majd összeszedjük. Amikor elindul majd itt a szélén már ugye a kultivátor. Nekem is egyébként jobb, hogyha itt tudok fordulni ilyen nagyba. Szóval érdemes azt csinálni, hogy a két szélét lehúzod. Na most egy kicsit rálapolva megyünk. Nem volt semmi baj, gyerekek. Oké. Okay. Ja, remélem, hogy alattal a szalmára is rákerül ilyenkor. Nem tudom egyébként, nyomok egy H betűt. Na, most elkapta, gyerekek. Elkapta, jó van, oké. Okay. Most csinálja. Remélem, hogy jól is fogja csinálni. Érdekes, hogy néha nem nagyon akarják ezek csinálni. Oké, verjük, veressük. Annyit kellene, hogy a kombájnokat le kéne vinni innen a francba. Megnézzük azt a MTZ-t, hogy jó fogja csinálni. Szalad rendesen. Látjátok? Most tök jó, mert ugye ki van húzva. És kivegy a földszéleig, ha jól látom. Szépen visszatulat. Jó, mindenképp az kell. Mert ugye nem nagyon tud mit csinálni bazza a földszélén. Ott vannak a fák, a csekmet, meg minden, meg a föld... Nem nagyon talál el. De hogyha le van húzva a két földszél, akkor nagyon gyorsan tud. Milyen gyorsan megfordul, nézd meg, már jön visszafele. Ja, kombájnokat lehozzuk. Ezt a kicsi búzát jól lehetne vinni egyébként. Az időpörgetés ugye mindenképp szükségeltetik, mivel majd érni fog be a cucc. De ezért lehet, hogy azt kellene valahogy csinálnom, hogy addig legyen benn búza, meg legyen tyúk, mert ha időt pörgetek, akkor ugye termelődik tojás. És akkor azért nem akarok időt pörgetni egyébként, hogy csak a tojás termelődésén, hanem mindig, amikor kell időt pörgetni, akkor legyen az időpörgetés válott. Igen. Ja, hozunk majd valami olyan cuccot, nem tudom azt, hogy tudom elhozni. Végig csörtetünk vele valahol majd. Oké, nézzük át a dolgokat. Az ifa jó helyen van, ez jó helyen van. Itt volt még egy... Mi van még a kín a földön? Nincs semmi. De ott a T150K. Az ugye mindenképp kap egy kultit. Egyébként, ja, hogy fogjuk reformálni a TS-nek a gépparkját, az úgy fog működni, hogy valószínűleg, hogy vető cserék lesznek, meg, de leginkább amit akarok, hogy IH tárcsákat, 2 darab IH tárcsa váltsa ki a ruszki tárcsákat. Vágod? Mert akkor a
A ruszki tárcsákat kiváltja, az sokkal szélesebb, kettő darab az rohadt gyorsan tudna működni. Egyébként azt hiszem valami ICV tartály van azon az IA tárcsán, azt annyit írjatok meg, hogy az izé, az tud esetleg, nem tudom, mit folyik, hogy trágya, vagy mit tud azzal kezdeni azzal a trágya. Mert ugye az meg is mutatom, mert így aztán magyarázok mind az őrült, aztán nyelvűrővel már meg is mutathattam volna. Hol vagy ilyen? Hol vagy, baze? Hol van? Nem, nincs benne. Mert hogy itt olajlazítók, vannak itt érdek. Na, ilyen tárcsa. Ja, nem, erre nem tudsz izőt rakni. Az a baj, hogy van nekünk az ekéknél ilyen tárcsa. De ezt képzeljétek el, hogy ez konkrétan izé, ez szánt. Kipróbáltam direkt. Csak az a baj, hogy ez szánt. Ez nem kultivál, ez szánt. De ugye erre például lehet rakni izőt. Ezt az IBC tartályt, IBC, nem ICB, IBC. De egyébként azon gondolkodok, hogy ennyire erőben szánthatok is, mert ugyanaz, nem a végeredmény. És tök mindegy szántasz, vagy izélsz, vagy kultiválsz. Abba is lehet ugyanúgy vetni egyből. Nem kell kultiválni szántás után. Jól értem, ugye? Szerintem jól értem. Oké, akkor a szituáció, gyerekek. Nézzük meg az MTZ, hogy áll, mindjárt végez. Ezen a végén el lehetne indítani már egy csodálatos, mert inkább kiszállok Moremel. Egy csodálatos, de mondjuk a két végét kellene először, úgyhogy kellene visszahozni a tészt, a kirovecet. Na, menjünk ma. Indulj már, More! Na, indulj. Ja, végre elindultál, jó van! Úristen, hogy ez mindig ennyit szenvedek. Azt nézem, hogy aja, a vége le is van húzva, itt van egy kis szösszenet, úgyhogy akkor ez jó is lesz. Mindjárt megindulunk. Mind a tavaszi virágok, ugye? Lehúzzuk a végét kétszer oda-vissza, és akkor meg tudom indítani. Hát ugye ez muszáj. Márjál, mennyi szépen. Közben... agyalok. Hát egy kép kellene. Majd a kis tárcsának. Ja, hát a kirovecet vissza kell hozni sajnos. Na azt figyeljük, gyerekek, hogy a... az 12 km per órával megy, hogyha leáll, akkor egyből rá kellene váltanunk. Mert ugye akkor fordul a T150K. Na azt ugye át kéne menni, de körülbelül most érünk a végére, úgyhogy már nézem is. Ugye? Azért ez most ki volt szábolva, mi? Még egyszer visszafele. Megindítom természetesen. Ezt majd átveszem, addig tudom hozni a kirovecet. Mert barátom. Nem baj, ha átlopolunk. És valószínű, hogy itt most már érdemesebb ezt csinálni. Térképezni, mert ugye nagyon-nagyon-nagyon sok gépünk van, és hogyha tabolgatok, akkor az senkinek nem lesz egy nagy boldogság. Örül még boldogság. Na figyelj, itt akkor hol lehet átmenni? Hol? Itt csekély a tábla mögött. És azt itt át is akarok ugratni ám. És akkor úgy megyünk, hogy itt a föld végébe. Ahogy gyűjtünk. Na jó, oké. Igen, most már ugye kezdünk ráérezni, hogy hogy tudunk egy pörgős gazdaságot létrehozni. Hát jó lenne a fő, izajön meg ilyen füvön. 28-szer megy ez. Ja, egy ilyen elég is befejezte a munkát. Igen, az valószínű, hogy a... Várjál. Baj van. Oké. Nyugodjál meg, haver. Semmi gond nincsen. Megtetted, amit kell. Köszönöm szépen. Ennyit vártam el tőled. Aztán mehetsz lefel most már. Gyerekek, nagyon élem egyébként. Igazából tök rá kell érezni. És nem is azon nyersz, hogy nagy gépeid vannak. Nem csak azon, mert ugye először nagy gépeink voltak, és valahogy nem úgy működtek a dolgok, mint ahogy kellett volna. Hogyha ráérzel a logisztikára, meg a folyamatokra, az igazából nagy előnyebb a játékban. Jó, mehet is. Ezt megint meg fogjuk ugye állítani. Mert a másik végét is le kell húzni ugye a földnek.
Úgyhogy még azt megvárjuk, hogy akkor... Lehet, hogy azt kellene, hogy ugye... Tudom így nézd is, hogy éppen hol tart. De nem szeretem, amikor egy ilyen hatalmas map ide van, csapva ide az orrom alá, úgyhogy ezt elengedjük. Ja, gépfejlesztés lesz mindenképpen. A tyúkok most kettő tyúkkal, 1000 tyúkkal így el leszünk, megnézzük, hogy hogy keresnek. És akkor gondoltam arra, hogy egyébként sokszorosítjuk ilyen, mit tudom, ilyen 10 000 tyúkra fölnyomjuk az állományunkat majd. Meg utána, menjetek légy gyorsan, nem érünk rá. Úgyhogy ha megvan egy ilyen, jaj ne bassza. Na hát ez köllött neked, akkor Isten áldjon. Szávasz. Hát urálhat, szöcsém. Ez egy kicsit olyan parasz dolog volt, de hát... Francnak jön a mocskos golfjává elég. Most hova tűnt? Hova tűnt ez a golfos? El is ment, ennyi volt. Kalapkabát. Na, figyeljetek, ugye akkor ez meg az van ezzel, hogy ezt úgy szokjuk, hogy ugye egy... Várja, hát hiszen kellene szednem. Csak már tovább gondoltam el életet. Végez. Ezzel a földre pont kiér. Gyerekek, itt nagyon... Oda nézzél, Wallor? Azért tényleg most nem azért, de... Logisztikai szempontból most nagyon ott vagyunk a toppon, nem? Oké. Egyébként meg kéne nézzem ezeket a tárcsákat, és lehet, hogy olyan szar állapotban vannak. Mehet a csávó végig. Visszafele már ne jöjjön, mert ott el fogja kapni a... Így is már le fog csipni a végéből egy kicsit. Semmi gond? Semmi gond, gyerekek. Jöhetünk a kiróval. És ez a gyorsan össze kéne kapnunk a maradék szalmácskát. Föl is fogok gangolni a legtetejére. Mit csinál az MTZ-ek, gyerek? Mi a szomszéd földet izéri? Műtrágyázza? Az jó baráti dolog lesz az. Én föl kéne mennem a kirovetsze teljesen, és összekapni a végét, hogy még egyszer le tudja húzni. Úgyhogy lehet, hogy ezen a soron most elmegyünk, ugye ez úgyis egy ilyen fél sor volt. Aztán a legvégét összeszedem neki, hogy tudjon fordulni. Sőt, hogyha ő magától fordul, az jó is lenne. Mert akkor azt csináljuk, figyeljé. Nézd meg a tök... Úristen, de lassan húzza. Ezek lehet, hogy egyébként le vannak amortizálódva ezek az eszközök. Ugye meg tudjuk nézni a gépparkunkat. Gyorsan menjünk, érjünk oda, mielőtt a T-150K fordul. Fú, de egyébként annyira élem, hogy ilyen... Komolyan ez körülbelül olyan lehet, mint amikor tök jó megtanulod, mondjuk a Cségóba, mit tudom, tök jól tudod tolni, és látod. Hát itt azért igen, itt nem tud, látod, megint nem tud fordulni, és akkor megint itt megy mindenfele, úgyhogy át is veszem tőle, hát ne tolagdjasson itt órákon keresztül. Álljál meg, haver! Mondjuk annyira nem gond, de gond. Ugye ezért jó, hogyha tényleg a föld... gyerek. De aztán megkeverted itt, öcsém. Csináltál volna egy frankó fordulót, azt nem lenne gond. Ennyit kell volna tenni. Csak ugye nem mer oda menni, mert ott vannak ilyen fák, meg minden kutyaszart. Aztán ezzel egy kicsit vannak bajok ilyenkor. Jó, ha. Marha gyorsan. Elgondoltunk, igen. VB. Elhoz. És akkor ugye ezt összekapom neki, akkor nem lesz itt a útba. Úgy. Jaj, de jó, Dani. Ki van itt találva minden, mi? Kipör, most komolyan mondom, büszke vagyok magamra. Csak az a gond, ugye össze kellene szedni. Jó, végig ér. Akkor mi azt csináljuk. Ilyen, megoldom már itt a helyzetet, hogy ő megjön. Figyeld, mekkora ide királyok lesz ő? Ahogy elhalad, akkor itt rárakom erre. Hoppá, gyerekek! Oké, kiugrás. Futás! Úgy! Kikapcsol, visszafordít, mehet hosszába. És most már nem lesz fennakadás ugye hosszába se neki. Úgy, tartsa le. Indít. Isten áldjon, testvérem. Kiről ez egy tészadat fel kell, nem szabad megállítani egyébként, az benne pláne, gyerekek. Komolyan mondom. Ja, ezeket az eszközöket át kell néznem mindent, egyébként van egy menü.
Nem tudom, elmerjem indítani hármasra. Na, van egy ilyen menü ugye, hogy a gépeid. És itt vannak olyan eszközök, amik, látod? 16% vannak pirosak. Amik ugye, amik... Vannak pirosak ugye, amik... Amik 0%-os is volt, nem tudom mi volt az, UMZ akár, milyen, nem tudom mi volt. Át kell nézegetni őket, mert bajos. Lehet, hogy pont az, amelyiket használod, aztán... Egyébként szerintem a tárcsa volt az a 0%-os az egyik, ugye? Akkor ugye tök lassan húzza a gép, meg ilyesmi. Viszont ki kéne hozni még egy tárcsát, csak az a baj, hogy ezzel tudnánk. Ezzel meg most szalmát szedek. A pici tárcsát meg most kihozzad? Érdemes azt kihozni? MTZ pici tárcsa jó lenne, bár ezzel meg tök jó, mert ezt tudom ezt szedni, úgyhogy... Ja, a tárcsadással lesznek bajok. Bár ugye utána vettem is kell, szóval akkor utol fogom érni. A nagy tárcsa kellene meg a Kirovecnek ugye, csak az a baj, ezt meg nem húzza el más. Itt vannak a problémák, gyerekek, hát dolgozik-e, pöröglik-e? Igen, hogyha még egy aratáns van, akkor mindenképp most már az lesz, gyerekek, hogy teljesen megreformáljuk a gépparkunkat, hogy nagyon gyorsan tudjunk dolgozni, azt utána valószínűleg fölterjeszkedés lesz, és még egy dolgot tervezek, és ne azt írjátok, hogy itt a zöld területre tervezzem azt, mert én egy nagyon-nagyon nagy területet akarok, egy nagyon-nagyon nagy területet szeretnék benépesíteni állatokkal. Tehát körülbelül, mit tudom én, mindennek a fele legalább, és akkor csak az állattartással foglalkozni. Veszünk egy földet, és akkor ott fogjuk... Jó, a tyúkos rész az marad ott, mert ott tök jó helyen van, meg igazából próbálnak, az tök jól megy. De mindenképpen valami olyasmit akarok, amelyik egy ilyen állattartásos rész legyen. Viszont olyan legyen, hogy egy nagy legyen, hogy tudjak rajta terjeszkedni, akár elférjen rajt 20 darab százas istáló is, érted? Nagyon nagy legyen. És úgy próbáljuk lerakni majd az istálókat, hogy... Az mit csinál? T150K? Ha megőrülök, mit csinál az gyerekek? Ez... Ja, tolat, jó. De most mit tolat? Már le van húzva a földszéle, nem hiszem, nem tud egy éves tolni, hallod? Most ott tolatgat. Indulj már el, figyelj, ott tolat, vagy mit csinál? Most ott vakarja a fejét. Na, most elindul. Egyébként, jó, nem mondok semmit inkább. Igen, valami olyasmit akarok, hogy jó nagy legyen, jó nagy hely legyen. És ott bőven tudjak rendezkedni, és valahogy úgy fogom elrendezni őket, hogy a... takarmányt, meg mindent, azt így tök könnyen tudjam rendezni. Lehet, hogy értitek, mire gondolok, hogy mondjuk egy vonalon végig megyek, és akkor ott tudom az állatokat etetni, egy vonalon végig megyek, ott tudjam mondjuk a ganét elhordani, és ilyen, így gondoltam. És egy ilyen, körülbelül mindez a batár nagy terület, az lenne jó egyébként, hogyha egyenes lenne. Úgyhogy ha valaki vágja a mapot, az nyugodtan mondja meg, ne legyen itt, tehát ne legyen itt a közvetlen szomszédságomban, az nem kell. Mivel ugye akkor oda telepítünk gépeket, amik ugye elvégzik az ottani feladatokat, nem kell, hogy itt legyen, nem kell, hogy... Mert azokat a gépeket akkor akadatlanul is el fogom kezdeni itt használni ezen a területen, meg akkor mindig itt keveredés legyen. Logisztikailag jó legyen, és az lenne jó, hogy ugye a tejet, ahol eladjuk, ahhoz legyen közel. És ezt mindjárt meg is fogom nézni, hogy az hol van olyan. Úgy de kár egyébként, hogy ezt a cuccot nem tudja elvinni más. De mindenképp tényleg a legelső most az lesz, hogy gépparkfejlesztés, utána valószínűleg terjeszkedés földügyileg, és utána istálók. Marha, disznó, juh, minden, amit csak bírunk csinálni. De mit csinál? De most miért csinálja? Aztán akármit is csinál, hallod? Jobb, ha nem nézem, mit csinál a gépen munkás, egy őrület egyébként. Mondani, az... Nem, most egy egyívest fog tolni. Most van neki hely, nézd oda? És opá, meg is telettük jól. Van neki hely, akkor nyom egy egyívest. Meg kell nézni a szalma, hogy émegy. Mert azért vannak itt dolgok, amit kell nem csinálni. A szalma 84-en van lent. Jó, akkor az mindenképp időpörgetés lesz. Ja, mert az időpörgetés nincsen semmi baj. És akkor annyit kellene csinálni. Nyomok egy hármast. És akkor nézzük a szómát. A szóma menjen föl, jó? Minimum 130 fölé.
Pörög az idő egyébként, ugye? Hát nem nagyon akarsz följebb menni. 84, még mindig? Valami legyen! Meg kell induljon már, nem? Esik az eső, de jó. 85, 87. Nézzük. 115, 110. Na most akkor figyeljetek, akkor állítom meg, amikor ugye eléri a maxát. 10 óra. Ó, bazze, állj meg! 159, hallod? Pont nagy a keresletről, 106 far. Azt a mázd is rohadt életben, hallod? Ez nagyon kifogta, és pont elállt az eső, és pont izé van, dél. Ha komolyan mondom, ekkora mázd nem lehet. Most azért kifogta a keeper, nem? Azt a rejelt életbe, hallod? Ez miért nem tudta beadni ezt a izénél? Búzánál vagy a babnál? Ugye ilyenkor instant rádom, nem is tudom, 20 vagy 30 százalékot, azt hiszem 20-at. Jó, ez most így mázdi volt, csak itt át kellett volna mennem, mert most kerülhetek. Itt is vannak ám ilyen utak. Kicsit ugye ilyen alsó új lakos map van átdolgozva. Szóval nagyon hasonló. Ezen gyorsan menjünk át, mert ez olyan súlyerős, itt el is tudjuk ásni magunkat a kiróval. Kirovec. Figyelj, az izé az nem olyan rossz, ugye a főd, amelyik már ugye nő kifelé, az már jobb. A fű az majd még jobb. A legrosszabb a szárdás, ott elállsz, elizélsz. Egyébként a motortípust írja ki mindig, ott Keeper megy a Yams 238-es motorra. Egyébként ebbe tudnék egy nagyobb motort, lehet, hogy fogok is venni bele. Ezt lehet, hogy, hát az a baj, hogy ez gyors sose lesz, mert 33 a vége, de legalább nagyobbat húzna. Ja, úgyhogy valami ízét ki mindjárt meg fogjuk nézni, hogy hol van egy ilyen nagyon hatalmas terület, amelyik nagyon közel van például tej átadóhoz. Ugye a csarnokhoz, nálunk egyébként csarnoknak nevezték. Egy olyan helyhez, amiben ugye ahol veszik a tejet. Na, itt kell elmenni, mindig a bokornál gyerekek azt néz, figyelj, itt simán átmész. Fába is gondolkozok egyébként, nézzetek, vannak ilyen részek. Most tök jó, mert most azért igaz nem a legnagyobb területeket, de azért a területeket tudok venni. Ja, úgyhogy valami ízé kellene, istálóknak lévő terület, az közben így írjatok, hogy mit ajánlanátok. Az a lényeg, ne legyen közel, ezt rüellem, hogyha közel lenne. Na nézzünk közben rá, hogy mi a szituáció, gyerekek. Várjátok, belepörgettünk az idejében, mi van az izében? 105 liter. Akkor újra kezdtem, most írta ki, 100. Arra a téletben miért nem raktad bele? Ó, most mi van? Miért nem rakta bele, hallod? Várj, hadd nyomjak egy ilyet. És miért nem rakja bele? Most miért kellett azt oda tenned azt a tojásba azzal? Miért nem tetszik? Nem jó valami, vagy mi van? Oda tett a tojásba azzal. Nem tudom belerakni kézzel, vagy valami? Nem, mi? Nem. Betakarítál. 14 ezerre adtuk el a szalmát. Mindjárt viszünk még egy kört, csak ezt el... 285 ugye nem volt sok, de nem értem. Nem értem, hogy miért nem rakta bele. Oké. Okay. Nem, így figyeljétek, kizéve kell, így kell. Meg ezeket is egyébként tök jó, érdemes megtanulni, minél gyorsabban, hogy ugye térképen váltogatsz, nem tabbal, mert már nagyon sok járművel van, rengeteg ideig tart, meg idegesítő, és ilyeneket simán meg kell tanulni. Na, menjünk, mert baze, rá kell nézni, hogy nem-e szántja már, vagy nem-e kultiválja azt a részt, amelyik... Na, jó van, bőven van nekünk időnk, oké. Okay. Ja. Csak ugye nagyon messze vannak egymástól a járművek, akkor ugye kikapcsolja a háttaboszt. De viszont jó, mert gépi munkás viszi a T-152, szóval az nem áll le. Mert igazából... hogy nevezik ezt? K-100, ezzel nincsen semmi probléma. Hogy nem érdekel, ha leáll, mert nagyon gyorsan beindul, ugye. Na, itt valahol kell átmenni. Nem jó helyen megyek át, mi? Azzal nem jó... Jaj! Nadik! Nem jó helyen át... tábla után! Szerencsétlen keeper! Tábla után! Véljezz már meg! Nem olyan marha bonyolult.
Egyébként utakat is ki tudnék alakítani, ugyanúgy, hogy megvenném a földeket. Hát előbb-utóbb az lesz. Szerintem előbb-utóbb, mire végzünk ezzel az 1 milliárd euró kihívással, itt ez fölismerhetetlen lesz az amap. Én már most látom, hát nézzétek, mert ott is, hogy az árvevőhelynél, ott a tojásosnál ízek vannak ma ilyen különböző plusz épületek, meg utak, betonutak, meg itt is ugye plusz, nem ezt a telepet használjuk, hanem van saját, az is ugye le van betonozva, hát és aztán még csak nem is tudom, még összesen mennyi pénzt értünk el, körülbelül most azon gondolkozok, hogyha mindent összevetünk, amit elköltöttünk, mondjuk a legnagyobb tétel az ugye például a Kirovec volt, amelyik nem is tudom mennyi volt, 70-valahány ezer, akkor a földek összesen talán mennyi lehetett ilyen 200 ezer, ugye? 200 ezer körül, még annyi se. Taprólék, hát szerintem egy ilyen fél millió. Nem, mert ugye ott van a két csirketelep, amik darabja 60 ezer, úgyhogy nem is olyan kevés, szerintem már nagyon, elég jó, elég. Meg a többi gép, úgyhogy nem tudom pontosan mennyit költöttünk már, meg mennyi, tényleg mennyi pénzünk műnt el, de nem olyan kevés. Ugye ez a terület, amit megvettem, ez volt 70-valahány ezer. Az a terület, az megint olyan 70-valahány ezer, ugye az 140 ezer, a kicsi terület az talán 48 ezer volt. Az már majdnem ugye 200 ezer, akkor a Kirovec meg itt ilyen azt hiszem olyan 70-valahány ezer, az már 270 ezer, akkor két csirketelep az összesen 130 ezer, az már 400 ezer, az apraja gépek azok simán jóval többek szerintem, mint a mint 100 ezer minden, ugye a kombájnok, a vágóasztalok, a tényleg ami, mindent, amit vettünk. Hát én azt mondom, gyerekek, hogy már ilyen 6-700 ezeret azért összekubikoltuk, és ha belegondoltok, akkor tényleg izével kezdtünk. Mivel kezdtünk? Volt egy MTZ-nk, ami nem is tudom mennyit ért, talán 10 ezer körül volt. Volt egy területünk, ami szintén ilyen 11-2 ezer. Úgyhogy az összes vagyonunk, az összes vagyonunk, az biztos, hogy nem lépte át az ilyen 40-50 ezeret, ugye? Az biztos, hogy nem lépte át. És nagyon sokat mondok. Egy a fészer, a fészer volt 17 ezer, de azt ugye vissza is kellett forgatnom, úgyhogy ilyen hülyeségekre el lett köldve. Azt hiszem, valamire el lett köldve, ami direkt ilyen, hogy nem is tudom mire. Ja, úgyhogy nagyon kevés volt, meg a legkisebb föld volt, ugye az is ilyen 10 pár ezer volt. Ja, ilyen 30-40 ezer volt az összes vagyonunk. Mert ugye volt a krumpli pörgető, de az ilyen valami 500 vagy mennyit ért. Az lenne jó, ezt a hármat lehúznánk egyszerre, de én úgy gondolom, hogy ez nem fog sikerülni. Sőt, hogy el fogom cseszni, hanem még kettőt semmi. Aha. Ja, hát igen. Úgyhogy érdekes. Érdekes, gyerekek. 24 ezer, még összekapunk talán mennyit, gyerekek? Hát szerintem még egy 70 ezer ilyen szalmát. Úgyhogy abból még jön körülbelül egy 10 ezer, úgyhogy egy 34 ezerre felmegyünk. Egyébként tök jó jön a pénz, látod? Tök frankó jön a pénz. A tyúkokat meg kell venni, el kell vinni oda a... El kell venni a maradék búzát, be kell nekik önteni a másikba. Ugye 500 tyúkot vegyük a másikba is. És akkor ugye az is termeli a tojás. De miért rakta oda a dobozba? Erre nem jövök rá. Nem tudom egyébként, hogy ez miért így működött. Na látod, mindjárt nem cseszi el a 1050 K-izét kultizást, hogyha körbehúzod az alját meg a tetejét. Jó lesz szám egyébként, mert ugye, hogyha itt ezek meg lesznek ezek a területek, akkor esetleg meg tudom azt csinálni, hogy az aljáról indítva keresztbe végig nyargalnak az egészet. Retteltesen nagy lesz. Na várjál, csinálunk egy olyat, hogy nyomunk egy hármas gombot, azt nézzük már meg itt a területeket, jó? Hogy legyünk valamennyire képbe. Itt milyen szituáció van? Igen, művelt, frankó, jó vagy gyerekek, tök jó. Na, akkor, ugye itt terjeszkedtünk mi,
Ez a 29, 30, 30, ugye ez milyen terület? Hadd nézzem már, meg csak az a baj. Ja, le kéne ezt húzni. Aztán megnézzük, ott a benzinkút fölött. Mondjuk az nekem kicsi. Tényleg egy ilyen horálynak terület kellene az állatoknak. Meg igazából ott kellene ugye állat, ahol állatot termelnem, ahol el tudom adni a tejet, nem? Mert megint ne az legyen, hogy... De lehet, hogy akkor nem is tyúkokkal fogunk foglalkozni, hanem nekiállunk a marháknak. Ti marha! Na, mennyi gyerek? Egyébként nem tudom, miért nem megyek át a TS telepen, ott biztos gyorsabban menne. De várjatok akkor egy pillanat. Igen, 9-es, 8-as, ezek össze lesznek szánva, itt nem lesz az. Meg kell nézni, hogy hol veszik a tejecskét, ugye? Például azt akkor abban mindjárt látnánk, hogy mi lenne, itt a tej, ez a tej. Tejfeldolgozó állomás és a szupermarket, ezen a két helyen veszik. Ugye? Gyerekek, a szupermarket környékét meg kéne néznem. Hogy akkor az ott mi nincsen valami nagy. Szupermarket 36-os föld, gyerekek. 346 ezer. Úristen, de ez valami extrém nagy, nem? Várj, hadd menjünk ide. Ide ugratok, aztán itt meg le. Ne. Bazd meg lehet... Nem akartam csúnyába, az 4 meg lehet venni. 460 forint ezt az egész területet. Ugye azért, mert gyakorlatilag ez egy ilyen... Valami csoda. Na, meg akarom nézni. Ezzel szemben elvileg nekünk van... Az a föld. És hogyha az lapos lenne... Az a 36-os, akkor az jó lenne a marháknak. És itt van a szupermarket. Ahol tök jó el lehetne adni a tejet például. Oh yeah, gyerekek. Oda nézzé. Nem mondjuk nem a leglaposabb. Ez ilyen nagyon izés. Hepehupás. Még ez legyen a legnagyobb bajom. Bassza, mekkora ez a föld. Úristen! Mekkora ez a föld, gyerekek! Az a 36-os egyébként tetszik, de nem. A 42-es, 30-es, hol van valami nagy föld? Amelyik igazából olyan lenne, hogy közelben is van, de mégse. Nézzük meg a 14-est. Megnézzük a 14-es gyorsan, jó? Pillantás, gyerekek. Mennyire egyenes az... Azt a betyár, mi volt az a nagy lyuk itt? Mennyire egyenes. Na, hát ez már lehet, hogy jobb. Gyerekek, a 14-es földet megcsinálhatnánk idejének. Morhák, ezen az egészen istálók. Az ugye ordnál, nem? Mondjuk ez meg nem szögletes. Tetszene, hogyha szögletes. Figyelj, 4-es, 5-ös, 6-os. 4-es, 5-ös, 6-os. Azon mi lenne? Nem erre. Hát, de nem hiszed el, hogy pont nem tudok elmenni arra. Apád. Az biztos, hogy egyenes, ugye ott szoktuk hordani a cuccot, de várját, akkor vigyük már. És akkor ugye pont ott megyünk át, aztán meglátjuk. Na. Megnézzük a 4-es, 5-ös, 6-os. Az viszont meg jó lenne, mert itt a közelben van. Viszonylag, aszfaltos út vezet. Egy baj van, viszont a tejet azt ugye könnyen hordod, mivel ugye az tartályautóval hordod. Nem kell, mit tudom én, nem olyan hótbonyolult. Azt nem tudom, abból mennyit tudok betárolni, hogy az hogy működik. Abban mennyit? A teheneknél gyakorlatilag korlátlan mennyiségűt be tudok tárolni? Tehát nem muszáj eladnom? A teheneknél ott maradhat bármennyi? Figyeld! Ez nem olyan nagy, nem? Mondjuk ez nem is kicsi. Figyelj, ezt a 4-es, 5-ös, 6-os, meg esetleg a 7-est, ezt fel tudnám használni. Ez tök jó lenne. Azért ez hatalmas lenne, nem? Végig raknám izével. Tején istálóval, marha istálóval. Nem tudom, több sorba, rengeteget. Valami jó nagyokkal, ilyen jó izé, vannak ilyen jó high-tech-ek a Mothubon, meg mit tudom, ilyen-olyan oldalakon. Jó sok tején férjen bele. A gyerekek, az jó lenne ez, nem? Nincs olyan, vagy elég messze van, de viszont ugye
tök könnyű szállítani. Nem úgy van, mint a tojást fel kell a pátolnod, azért ott azt ugye a tojást azt oda telepítettük, mert azt fel kell rakni, le kell rakni, szar, nem jó, tényleg ott le is le kell rakni, mert ugye nem elég, hogy felrakod, de le is kell rakni, porkocsiról nem veszi el, ugye zifával ott szenvedtünk emiatt. Sőt, itt még ezt meg tudnám ezt is venni ugye hozzá, itt is tovább tudnék terjeszkedni, úgyhogy itt lenne, gyerekek, merélegesen átmerjek? Hát simán, sima riba ez jó. Jó, hát akkor ez lesz gyerekek, erre fogunk, és akkor itt végig egész eddig. Mert ugye azt hiszem, hogy ez is földnek számít, tehát ezt is meg tudod venni, várjál? Ezt, látod? És akkor egész az útig. Az egész az útig itt izé. Tudná terjeszkedni. Hát ez azért elég nagy lenne marha neveldérek. De van, tényleg epik nagyobbba kell gondolkozni, mert itt 1 milliárd eurót kell elérni. Jelzett. Itt nem tudod azt, hogy 20 marával itt el vagyok, aztán jó van, így növekedik a gazdaság. Hanem akkor úgy kell tervezni, hogy nagy legyen. És azért érdemes ugye akkor már egy nagy területbe gondolkozni, mert akkor... akkor nem az, hogy szétszórva lesz nekem a pont, tudod. És mi van? Hát átváltottam közben el. Érdekes, most meg arra akarja billenteni. Eddig ebbe az irányba billentette. Át kell váltanom, jó. Meg kéne venni a csirkéket, vissza kéne menni Kirovetszel megindítani akkor a második kultit. Ugye? Az is jó lenne egyébként. Na gyorsan menjünk már, menjünk már. De még jó, hogy megtaláltam ezt a nagy hamstert, baze. Ugye? Egyébként az is jó lenne ugye, például lenne értelme, hogyha itt ezen a területeket megvenném, és akkor itt termesztenék mondjuk búzát. Olyan helyen termesztenem a búzát, ahol könnyen eladom a izét, a szalmát. Ja, egyébként írta valaki, hogy lehet, van olyan mód ugye, hogy át tudom helyezni ezeket, eladó helyeket tudok lerakni. De valahogy az meg nem kell, nem nagyon akarom, mert az meg olyan cheat, nem? És akkor lerakok egy csomó eladó helyet minden föld végébe, azt akkor meg olyan, hogy ez annyira nem reális, érted? Hát itt van ez a falu, itt van ez a map, ez a magyar map gyakorlatilag valóság. Itt kell léteznünk, nem lehet eladni, a föld közepén nem adhatom el a izét, a magot, nem? Nincs eladó hely. Nem, hát ez igazából, ezek nem lennének rosszok, meg itt a közelben is van, a szembe ugye termelném a cuccot. Ugye később akkor... Ja, de viszont kellene bunkersíró is, mi? Hú, sok minden kéne egy gyerekek, bazze. Sok minden kéne. Jó, mindegy. Megveszük a csirkét, megveszük az 500 csirkét mindenképpen. Az jó, mert egy kis plusz pénzt termel, bár azért kell nekik mindig hordani búzát. De szerintem, ha betermelek nekik majd mind a kettőnek, azt hiszem 20 ezer fér bele, 20-20 ezer búzát, az 40 ezer fokbel kerül, szerintem az ki fog... Figyelj, ki kell próbálni, be kell termelni neki annyi búzát, hogy nyírre, és meg kell nézni, mennyi tojást termel ki, hogy melyik éri meg jobban, nem? Értitek, mire gondolok. Viszont ezt át kéne vinnem a másik oldalra, mert itt nem lesz nekem jó, mert itt ugye belegabajodom. Hát itt van föld, itt szemben, de ezek kicsik, még összeszánva is kicsi lenne, én ezzel nem akarok vinkódni. Ezt itt hagyjuk, ahogy beszéltük, meg akkor közben megindítom a másik tárcsát. Ó, ezek a táblák, ezek a kriptorit táblák, meg annyi van belőlük, mint a sát van itt a környéken. Meg akkor ugye kellene vennem nekem egy olyat, amivel összefűzöm a három betőt. Ez is jó lenne. Bár azzal tolatni meg nem fogok, az biztos, úgyhogy a... kicsit meg fogja nehezíteni a dolgomat, de nem baj. Na. Ezek a tárcsákat egyébként átnézhetném, hogy mennyire jó, vagy legalábbis akkor ezt, ha már egyszer így vagyunk. De miért mindig a másik oldalt szalsz ki? Na, várja. Na. Úgy. Ez jó. Mit lehet konfigurálni oda? Semmi extra. Nem lehet szélesíteni, nem lehet, úgyhogy az. Nem azt. Javítás. Oké, barátom. Figyeljetek, igazából ezt egy fix helyre is lerakhatnám nyitva, és beleállsz akármilyen gépbe, például kapuba, és akkor ugye akármikor tudod javítani, ez egy nem lenne egy hülyeség. Na gyerekek, akkor ezt vigyük el. Az MTZ. Egyébként az MTZ-t is tudnám használni izének, azon a föl, vagy a csirkéknél, nem?
Hát itt ugye, hogyha mondjuk marhát tenyésztek, vagy nem termeszted a marhát, de nem tenyészted, akkor majd mindenképpen kell egy kicsit gondolkodni csomó mindenről. Jó, adjad neki testvérem, MTZ, és inkább így csináljuk. Oké. Okay. Az érdekes, hogy itt hagyta abba a munkát, mi? Vannak néha furcsa dolgok. Vigyük el az MTZ-t, mert ide már nem kö. Jó, ez a kettő, ez meg be fogja fejezni. És az MTZ-re elmegyünk, veszünk egy izét. Megnézzük, akkor veszünk egy... Egy ilyen összeakad... Jó, Kirovetsz, az nyomja neki, oda nézzé. Mekkora fölte Jézus Isten, hallod, ez, ilyen, ez a hangyafoci, ez kemény, így. Ettől lehet ám aztán izét? Epilepsziaromot kapni. Jó. Hát ezek megcsinálják. Figyelj, két végét lehúzod a földnek, nincs gond. De arra vagyok kíváncsi, hogy itt abszolút nem fog kihagyni. Ugye írta valaki, hogy azért, mert fák voltak középen, és azt még mindig úgy érzek el, most kiderül. Hogyha most széle meg, vége meg van csinálva, és meg ugye kivettük azt a hókát, de szerintem most nem fog belekeveredni, most elég szépen csinál. Gyerekek hibátlanul csinálják. Jaj, nem megint ez a tábla, te. Ó, te fiú, ezt a táblát, hogy a villám nem vágta meg. Várjátok, megnézem ezt a vetőt. Vagy ezt a dolgot, te. Nézni. Na mi van? Javítás. 7 euróért. Hát inkább ne romlaná 7 euró, vagy automatán javítanád meg. Marad benne egy kis műtrágya. Elmegyünk, megnézem azt a 3-as cuccot. Azt a 3-as vontatmányos dolgot, hogy ez hogy fog működni nekünk. Na, kikapcsolom ezt egyébként, mert lehet, hogy ez nem tesz jót itt a dolgoknak. Egyébként az a durva, annyi modunk van már szerintem, amiatt akar. A CPU-t cseréltem, föl se veszi, egyáltalán nem fut jobban a játék. De viszont ugye, hogyha nincs tele 8 giga RAM, akkor ilyen 2000 FPS. Ha be van ez a 8 giga RAM, akkor meg 30. Nem mindenhol, csak néha, de érezhető egyébként, legalábbis nem tudom, ti észreveszitek-e, de a SnowRunner például az új CPU után ilyen, nem tudom, ilyen 5-ször több FPS produkál ugyanazon a beállításon, nem 5-ször, hanem 10-szer kb. De a Farming Simulator 19 ilyen millió moddal, tényleg jaj, te Isten. Kicsit kisodródtunk. Verjük neki, verjük. Ja, lehet, hogy azt kellene majd, hogyha tényleg azokat a modokat, amiket nem használok, azokat adjuk el. Meg nem úgy, hogy adjuk el, hanem vegyem is ki, mert ugye azokat kezeli, attól függetlenül, hogy nincsenek lenne a mapon valószínűleg, hogy ugye kezeli. Na gyerekek, nem tudom, hogy ez hogy fog működni, most mindjárt megnézi a keeperes. Hú, az lehet, hogy az egyébben volt, vagy hol volt? Ez az összeakasztós, cuccos dolog. Jöjjek rá, mi? Ez nem az. Tolólap. Ez tolólaphoz kell, de jó. Ó, van ilyen is egyébként. Ez tök jó, mert ide ugye ezt tudod így változtatni csúszkán, és tudsz ráakasztani mondjuk 3 betölt. Hú, mondjuk ezt a... elviszi valami apám? De erre tudsz 3 tárcsát. Ez egy nagyon jó cucc. Ez egy nagyon jó cucc. Ezt használtam még régebben. Tényleg azt, hogy 3 tárcsát, 3 vetőt, bármit rá tudsz, csak legyen gépet, érted, ami viszi. Na, itt vannak a dolgok. Double és tripla. Aha. 3-as és 2-es. És ez jó. Az Astrához. Látod, 3 Astrát rá tudsz csapni. Csak ugye konfigurálni kell őket, hogy pótkocsi csatolóval menjenek, ha jól emlékszem. Hát nézzük meg, gyerek, vegyünk egy triplát. Elvileg a tripla Astra 3-6-oshoz elég jó, ugye? Mert a szélesség az nem mindegy, szóval azt mindjárt megnézzük a vetőgépeknél. Ugye az Astra 3-6-osunk van nekünk. Igen, Astra 3-6-osunk. És ST, igen. És akkor az egyéb ne, és akkor vegyünk egy triplát.
De egyébként van az a, mondom, az is tök jó, az a fehér tripla, ugye? Ide tudsz egyet, oda tudsz egyet, oda tudsz egyet, ennyi, semmi más. Vásárlás, és ez jó nagy lesz, remélem, hogy el tudom, szóval itt ki tudom menni vele a kapun. Hú, gyerekek! Ez kifér a kapun, Dick? Na, három vetőt fölcsattantasz rá, aztán tényleg legyen gép. Meg, várjál, nem. De ha izé a fejére azt nem tudsz több kultivátort fölküldeni. Öcsém, azért ez nem lesz kis pálya kijutni innen. Dick? Ó, te fiú. Ó, te fiú, az nem fog kiférni, okosba kell. Úgy kell, hogy az egyik oldalt a kerék az üljön ki. Úgy. Ez egy okosba, hogy tovargadva most. Ajaj. Úgy most már aki gyűl? Még egy kicsi. Jaj, meg egy kicsit, na mennyi, gyere már ki. Ja, azt a betyár, ne gyűjjön semmi gyerekek, ne jaj ne! Hol, ó, ne, azt a betyár, átment rajt, bazza. Szerintem áthúzni, nem, de figyelj, ezek átmennek rajt. De köz, hallod, milyen jók ezek a csávók, de szerintem én nem tudnám áthúzni a dolgokat. Figyelj, az a baj, hogy itt baj lesz. Át tudod húzni ott? Át tudod, jó, de jó. Muszáj, mert szerintem a hinon nem tudta volna. Fuck. Jó, hát ezt valahol letesszük, aztán majd ki kéne húzni a vetőket. Kíváncsi vagyok, hogy egyet el fogjuk tudni húzni bármivel is ezt. Na gyerekek! LOL! Ugye meg is kellene tankolni. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy azt fogom csinálni, srácok. Hogy gameplayen kívül megrakom az ifát, hogy az ilyenek, amik ilyen nagyon, tudod, ilyen nagyon sok fél órán keresztül pakolnám az ifára fel a cuccokat. Lehet, hogy kilépek, akkor az legyen, mert ugye kellene az ifára. Kellene ugye vetőmag, kellene minden. Csak az a gond ezzel az egészen, hogy most én itt videóba elkezdem itt pakolgatni, akkor fél óra elmegy rajta. Lehet, hogy megállítom a videót, azt megpakolom az ifát, elmegyek, és akkor ugye, akkor a következő részben már meg lesz rakva. Természetesen ugyanúgy megveszem, meg ugyanúgy mindent megcsinálok, csak nem veszem végig. Én szerintem ez egy jó ötlet, mert azért ne az legyen, hogy azt látjátok, hogy megint fél óráig pakolom. Már volt olyan, hogy fél óráig pakoltam. Tudjátok mit? Ha gondoljátok, akkor vissza lehet pörgetni azt, meg vissza lehet nézni, és akkor meglátjátok, hogy ez hogy van. Na figyeljetek gyerekek, a következő részben mindenképp ezt kipróbáljuk. Meg remélem, hogy lesz hozzá a gép, ami el is viszi. Meg azon gondolkodik a Keeper egyébként, hogy... Gyerekek, ez azért nem lesz kis pálya ezzel vetni, öcsém. Főleg, hogy az összes vető majd így föl lesz idéve, lingilangilik rajt. Na viszont egy ilyen széleset tudsz vetni három vetővel egy, ugye? Azért az nem kis pálya, csak ilyen, figyeljetek, ezzel tolatni majd, hogyha rajt lesznek a vetők, na az, amit el kell felejteni. Mert akkor biztos, hogy az nem nagyon fog menni neked. Meg neked, nem neked, hanem nekem se. Figyeljetek egyébként, egy ilyet figyelj, fölködsz, és akkor még rá tudnál rakni többet. Mert ugye ezt így végtelenítani tudod, ha belegondolsz. Mert ráraksz még egyet, egy ketteset mondjuk, oldalra, és akkor már is csak oda csatlakoztatsz, érted. Jó, szerintem ez így kb. Jó. Én nem akarom húzni az időt, úgyhogy a következő részben várlak benneteket. És ott mindenképp ki fogjuk próbálni ezt a vetőt, meg lassan végeznek ezek a kis huligánok is. Sőt, hát már tényleg nem sok van vissza nekik. Egy ilyen kis kocka, addig kipróbáljuk a vetőt. Gameplayen kívül megtöltöm az ifát, hogy azzal ne legyen gond. Tyúkok tudom, hogy még nincsenek megvéve, de amíg nem pörgetjük az időt, addig annyira nem is nagy érvágás. Jó, srácok, nagyon szépen köszi figyelmet, jók legyetek, csácsú, mint sötészta.